Szilágyi György képviselő, a Jobbik. Köszönöm a szót. Én a tévéből követettem csak, és figyelhettem az előző eseményeket, amikor még tényleg az SZDSZ itt ült a padsorokban. Gondolom, akkor lehetett ilyen, amikor Gusztus Péter felszólalt, és teljesen mindegy, hogy éppen miről volt szó, elmondta azt, amit akart. Hiszen képviselőasszony arra, hogy egy iskola befogadó vagy nyitott, nem fölhozott egy olyan évrendszert, amivel azt mondta, hogy a belvárosi iskolában lehet, hogy sokkal jobb tanítás folyik, mint mondjuk egy kis faluban, az általános iskolában. Ez nem erre ad példát, mert ebben valóban igaza lehet. Lehetnek olyan intézmények, ahol sokkal alacsonyabb szintű oktatás folyik, de egy kis faluban, abban az iskolában, az az iskola befogadó és nyitott, hiszen a faluban élők gyermekei oda járnak. És a befogadott, és az, hogy befogadó vagy nyitott, én erre értettem, hogy minden gyermek előtt, aki ott az adott faluban, ha még olyan szerencsés az a falu, hogy az elmúlt 8 évnek köszönhetően van még iskolájuk, akkor oda azok a gyermekek járhatnak. Járhatnak a magyar gyermekek is, és járhatnak a cigány gyermekek is. Sőt, ez vonatkozik a belvárosra is. A belvárosi iskola ugyanúgy nyitott. Járhatnak oda magyar gyermekek és cigány gyermekek is. Mindenkinek a szülei döntik el, hogy járhatják-e a gyermekeiket iskolába, vagy nem. A nyitottság erre értendő, és az is meggyőződésem, hogy aki ma pedagógusként dolgozik, mondjuk egy kis faluban, az biztos vagyok benne, hogy nem különbözteti meg a gyermekeket bőrszín szerint, hiszen örül annak, hogyha minél több gyermek jár az iskolába, és minél több gyermek kerül ki a keze alól. Higgye el, hogy a magyar pedagógusok azok ilyenek, mert még akkor is tanítanak, amikor éppen rugdossák őket, láthatott erről felvételeket. És arról nem ő tehet, hogy mondjuk egy gyermeket úgy tanítanak meg, hogy ennyire tisztelje a tanárokat. Köszönöm szépen.